A készenléti rendőrség lovas alosztálya tartott karusszel bemutatót a Debreceni Farmer Expo mezőgazdasági szakkiállításon. A rendőrök korhű huszár egyenruhái és a magyar Nónius lovak a dicső múltat idézték fel a nagyközönségnek, amikor ennek a fajtának az elődei a harctéren szolgálták a katonákat. A Nónius fajta kitenyésztésének elsődleges szempontja, hogy kifejezetten harctéri körülmények közé tenyészenek ki egy olyan lovat, ami képes nagy tömeget megmozdítani, tehát az ágyú vontatása. Ugyanakkor a személyzetet is viszi magával, tehát kettős célú kiképzés kapott, mind a fogat kiképzés, mind a nyereg alatti kiképzést megkapta a ló. A Nónius fajtát az 1800-as évek elejétől származtatják, kitenyésztése mezőhegyeshez köthető. A közelmúltban a mezőgazdaság és a katonaság gépesítése miatt az állománya vészesen lecsökkent, de napjainkban ismét megnőtt az érdeklődés iránta. Fontosnak tartjuk a magyar rendőrségnek, hogy magyar lófajtákkal dolgozzunk, és a magyar lófajták közül a Nónius mellett azért raktuk le a mondhatni a voksunkat, mert nagyon jó a munkakészsége, egy szorgalmas és kitartó ló, a képességei közül leginkább a kitartás és az emberhez való kötődés, amit szeretnék kiemelni. A munkaterhelésénél pedig elvárjuk tőlük, hogy 20 éves korukig dolgozzanak, és a 3 éves korukat követően 2 év kiképzés után 5 éves koruktól kezdenek el dolgozni. A készenléti rendőrség állományában jelenleg 32 Nónius ló szolgál. Nagy hasznukat veszik a bemutatókon kívül, például a futballmeccsek rendőrségi biztosításánál is. A Vándort is lehetett legutóbb látni a Ferencváros labdarúgó csapatának a Bajnokok Ligája selejtezői során, amikor vendégcsapatot fogadott a Grupam Arénában, akkor kint az Üllői úton mi is fogadtuk a vendégszurkolókat. A magyar Nónius lovak iránt nagy az érdeklődés külföldön is. A török rendőrség a napokban jelentette be, hogy több száz lovat is venne, olyan jónak ismerték meg az állományt. Fontosnak tartjuk a Nónius fajtának a reprezentálását, mint idehaza, mint külföldön. Szeretnénk a fajtára felhívni a figyelmet, képviselni, hogy több külföldi ország rendőrsége is már felfigyelt a lófajtára, illetve vásárolt Magyarországról, és ezzel szeretnénk a fajta fenntartását szolgálni, a tenyésztőknek lehetőséget biztosítani arra, hogyha jó lovat tenyésztenek, akkor jó piaca legyen ennek a fajtának.